Sziasztok! Az ELTE teszt keretében most a Mikrotik ELTAP Minit fogjuk bemutatni nektek. Idei Berlinumon már bemutattuk nektek ezt a kifejezetten járművekbe szánt routert, ami Wi-Fi-vel és GPS-szel is rendelkezik. A berendezés egy darab DC csatlakozóval rendelkezik, amin keresztül 8-tól 30 voltig meg lehet táplálni. Ezen kívül rendelkezik egy darab micro USB csatlakozóval is, ahol szintén meg lehet táplálni, valamint egy darab PoE képes Ethernet ajzattal, ami 10x100 megabites. Megtalálható a berendezésen 2 darab SIM kártyafoglalat, valamint egy darab soros port is. A router R11-es LTE kártyával rendelkezik, ami CAT4-es besorolású. GPS szempontjából a router rendelkezik beépített antennával is, viszont javasoljuk a külső antenna használatát. Továbbá rendelkezik egy darab mód gombbal, amivel lehetőségünk van különböző scripteket futtatni az eszközön. A helyszínek kiválasztásáról és a mérési eljárásokról a teszt ismertető videóban tudhattok meg többet. A tesztünket két részre bontottuk. Az első részben a tracker funkciót vizsgáltuk, amit Barta Gergő kollégám fog elmondani nektek. A Mikrotikbe kellett írnunk egy saját scriptet, a saját feladatütemezőjét futtatva, ami annyit csinált, hogy HTTP hívásokkal egy szerverre fölküldte az aktuális koordinátákat, magasságot és sebességet. Azt tapasztaltuk, hogy körülbelül átlagosan 9-11 műholdat lát egy időben az eszköz. A tesztünk során 15 másodperces mintavételezést használtunk, ez azt jelenti, hogy az autó 15 másodpercenként küldi a szerverre az adatokat. A szerveren ehhez kellett egy feldolgozó scriptet írni, ami pedig MySQL adatbázisba letárolta az aktuális beérkező adatmennyiséget. Majd utána ebből az adatmennyiségből tetszőleges megjelenítő szoftvert alkalmazva bármit ki tudunk nyerni, akár listanézetet, akár térképnézetet, Google Mapre, OpenStreetMapre, ez igazából már a felhasználó saját szájíze szerint kerül kialakításra. A tracker funkció után most lássuk az ELTE teszt eredményeket. A referencia tesztünk Budapesten történt, ahol ezzel a készülékkel 95 megabites letöltési sebességet, 41 megabites feltöltési sebességet, valamint 13 millisekundumos ping időt mértünk. Ezután elindultunk Balatonszemesre, ahol az útunk során 130 km/h-val haladva a Wi-Fi-s interfészen keresztül 51 megabites letöltési sebességet, 19 megabites feltöltési sebességet mértünk 16 millisekundumos ping idővel. Az útunk során folyamatosan ellenőrizték a tracker információkat, és minden úgy működött, mint ahogy Barta Gergő kollégám mondta. Ezt a berendezést főleg a gépjárművekbe ajánljuk, mind flotta követésre, mind pedig buszokba, illetve taxikba. Ez volt a Mikrotik ELTAP Mininek a tesztje. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!